Ősz és tél beköszöntével lerövidülnek a nappalok, és jelentősen megnő a sötétben eltöltött idő. Ebben az időszakban fáradékonyabbak vagyunk, több az alvás igényünk. Kertész Ágnes, pszichiáter szerint ilyenkor a szervezetünk sokkal kevesebb fényforráshoz jut, ami kihat a hangulatunkra is, és ez gyakran vezethet úgynevezett téli depresszióhoz. Maga a téli depresszió az egy viszonylag gyakori probléma. A nőknél gyakrabban jelentkező probléma. Mi ezt szezonális depressziónak hívjuk, és a tünetei azok leginkább a meglassultság, az állandó fáradtság. Gyakran előfordul, hogy akik hajlamosak a téli depresszióra, ebben az időszakban lényegesen több tésztát, cukrot, kenyérfélét fogyasztanak. Továbbá jellemző az enerváltság, az alacsony aktivitási szint, az alvászavar, illetve a motiválatlanság. A szakértő azt mondja, amennyiben valaki észleli magán az utóbbi tüneteket, próbáljon meg minél több időt tölteni szabad levegőn, különösen napsütéses időben. Ez például a fényben tartózkodás. Hogyha olyan szerencsénk van, mint a mai napon is, hogy reggel arra ébredünk, hogy süt a nap, akkor ezt érdemes kihasználni, hiszen ezek a reggeli órák a legerősebb, luxban a legerősebbek, és ezek azok, amik gyakorlatilag antidepresszáns, tehát hangulatjavító hatásúak. Ha hajlamosak vagyunk a téli depresszióra, akkor mi is sokat tehetünk hangulatunk javítása érdekében. Étkezzünk egészségesen, hagyjuk el a cukrot és a zsíros ételeket. A pszichiáter azt mondja, érdemes ilyenkor sok olajban gazdag halat fogyasztani. Az étkezés mellett figyeljünk a megfelelő mozgásra is.